Ma is jelentkezünk gazdasági magazinunkkal, a Sikerrel. Tartsanak velünk! Nem kedvezett a zöld borsó termesztésének az utóbbi időszak szélsőséges időjárása, emiatt csak későn tudták elvetni. Május végén elkezdték a termés betakarítását, de az esős idő miatt szakértők szerint fennáll a gombafertőzés veszélye. A borsó országos termés átlaga nagyjából 6-7 tonna hektáronként. Magyarországon a zöld borsó a második legnagyobb termőterületű zöldség a csemege kukorica után. Idén 12 000 hektáron termelnek borsót. Ennek csak nem felét itt, Hajdú-Bihar megyében. Varga Gyula csak nem 20 éve foglalkozik borsóval. 400 hektáron termeszti ezt a növényt. A minőségét az érettségével szoktuk jellemezni, tehát minél zsengébben takarítunk be egy borsót, annál finomabb. Ugyanis az a jellemző ezekre a borsókra, ami termesztésben vannak, hogy az éréssel a cukor beépül keményítőnek, és az onnantól az édes íz megy kifele a termésből. Tehát főleg ez meghatározza, illetve most pár éve elterjedt az aprószemű borsók köre is. A termést a hűtő- és konzervipar vásárolja fel elsősorban. A gyárak az érés minőségétől függően szabják meg az értékesítési árakat. A legjobb minőségű borsók ára kilónként 100 forint körül van, míg a konzervipari, aki 80-90 forint között mozog. Volt sokkal jobb időszak a borsó termesztésnek, el kell mondani, hogy 3 éve borsóban nem volt áremelés. Stagnál az ár, és hát egyre nehezebb termelőt talán a borsóra, illetve a öntözhető legjobb területeket talán azt lehet mondani, hogy más növények termesztésére veszik igénybe a gazdák. 6-7 tonna körüli az országos termés átlag. A mostani rendkívüli időjárás miatt elég későn tudták elvetni a borsót, de már május végén elkezdhetik betakarítani. Idén mintegy 60 nap alatt beérett a termés, ami egyébként nem jellemző. Nem tudjuk, hogy majd ez a rendkívül csapadékos időjárás majd mit eredményez, mert az áprilisi asszály után, ugye május 8-a, 10-e óta itt ezen a területen 120 mm csapadék hullott le. Ez egyrészt ugye a gombaterhelést megnöveli a területen, másrészt pedig a védekezésre tudtuk úgy lefolytatni, hisz állandóan esik az eső, sár van a földeken, nem tudnak rámenni a gépek, emiatt félünk tőle, hogy a gombafertőzés még azt nagy mértékben befolyásolhatja ezt a termést. A zöld borsó a 16. században került be az étkezés történetébe, eleinte mint drága különlegesség. Azóta is számos étel alapanyaga. Korábban, amikor nem voltak fagyasztók, csak frissen lehetett fogyasztani, illetve felhasználni a konyhában. A tenyészülőt, illetve a betakarítást úgy próbálták elnyújtani, illetve a fogyasztást, hogy megvárták ugye az első kötésből, szedtek először az első hüvelyeket levesnek, és ugye a második virágzásból, a második kötésből a hegyhüvelyek, amikor beértek, akkor szedték meg másodjára a borsót, és később ez után nyűjték föl, és maradt szabadon a terület. A borsónak számos fajtája létezik. A konyhakertekben igen népszerű a debreceni világos és sötétzöld borsó. Az ideális termőtalaja a sima felületű, laza szerkezetű föld. A növényt akkor lehet elvetni, amikor a talaj hőmérséklete 4 Celsius fok fölé emelkedik. A borsó azért érdekes, mert ugye pillangós virágú növény, kezdeti fejlődési szakaszban kell nitrogént adagolni, de később ugye a gyökérben lévő gyökérgümőkön lévő rizóbium baktériumok már a levegő nitrogéntartalmát megkötik, és később ugye ez segít a fejlődésben, illetve a talajban magasabb nitrogén mennyiséget hagynak, így a következő növény is előszeretettel tudja majd ezt felhasználni. Vízigényes, tehát tulajdonképpen kis területen, kis kertben is ugye öntözni szükséges. A borsó egyébként nagyon egészséges. A cukor, fehérje és vitamintartalma magas. Hatóanyagai erősítik az érrendszert, segítik a zsírok és fehérjék lebontását. A héten még 4-szer várjuk Önöket Sikerrel. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!